Én Varga Márta vagyok, klinikai szakpszichológus és családterapeuta, és leginkább evészavarosokkal foglalkozom, így a kutatási területem is ehhez kapcsolódik. És hát nagyon sokféle, sokszínű a tevékenységem, tehát hogy azon kívül, hogy terápiás munkát végzek, tehát hogy egyéni és családterápiát, azon kívül így a kutatásban is elég aktív vagyok, és hogy illetve még így az oktatás területe az, ami így képbe kerül, és ez egy ilyen nagyon-nagyon sokszínű tevékenységi kör, és hogy nagyon izgalmas, és hogy nagyon sok oldalról így az egészség előtérbe kerül. Tehát, hogy egyrészt így a fő kutatási területem, így a túlzásba vitt egészséges táplálkozás, az ortorexiának a kérdésköre, illetve, hogy így a pszichoszomatikus jelenségekkel is nagyon sokat foglalkozom így a mindennapokban, és hogy ott nagyon sok ehhez kapcsolódó témakör jelenik meg. Most akkor elővetítettünk pár fogalmat, de ne szaladjunk ennyire előre. Igazából az első kérdésem az lenne, hogy ha már az április 7-i egészségügyi világnap, ami szóba került, és az egészségügyi világszervezet, ami ugye egy ilyen globális iránymutatást ad, nekik van egy egészségdefiníciójuk. És az első kérdésem az lenne, hogy szerinted ez az egészségdefiníció, aminek szerves része egyébként a lelki egészség és a szociális egészség háttere, mennyiben tér el, vagy eltér el a társadalomban megjelenő egészség ideáltól? De alapvetően, amikor egészségről beszélünk, általában így a testi egészség az, ami elsőként mindenkinek az eszébe jut. És hogy nyilván ebben ennek van egy ilyen erős történeti háttere, hogy az orvostudomány fejlődésével inkább így a test gyógyítása vált elsődlegessé, és hogy ennek kapcsán tolódott el a hangsúly, de hogy nyilván így a test és a lélek az így egymástól elválaszthatatlan lenne. És ahogy így az orvostudomány legyőzött egy rengetegféle betegséget, járványokat, és hogy újféle egészségügyi problémákkal áll szembe, tehát így a krónikus betegségek, illetve azáltal, hogy kitolódott a várható élettartam, egészen más egészségügyi problémákkal kell megküzdenie, és hogy sok szempontból eszköztelenné vált, és hogy ennek kapcsán így a lelki tényezők, illetve így az életmód, a környezeti hatásoknak a jelentősége megnövekedett, és hogy így a figyelem ez irányba egyértelműen megjelent, és hogy ennek köszönhető az is, hogy így a komplementer medicína teret hódít, tehát hogy ott sokkal kevésbé válik el a test a lélektől, tehát hogy kezelés szempontjából, tehát ott ez mindig holisztikusabb. Tehát akkor azt mondod, hogy ez az egészség ideál, ez egy sokkal inkább biológiai, fiziológiai centrumú fogalom, és hogy szerinted egyébként mennyire jelenik meg esetleg mondjuk a szépség ideál fogalma ezzel összefüggésben? Hát igen, tehát hogy a biomedikális szemlélet volt az, ami ilyen nagyon erősen teret hódított, és hogy amellett jelent meg az, hogy így a lelkünkkel való foglalkozás is egyre inkább elfogadottá vált. És hogy így az ideálok kapcsán, az pedig ilyen nagyon társadalmilag meghatározott, és hogy időről időre nagyon sokat változik. És mivel ez táplálkozással, levéssel foglalkozom, tehát hogy ott például lehet látni azt, hogy miként változott ez a szépségideál, és hogy ehhez kapcsolódóan hogyan jelentek meg különböző típusú evészavarok. Tehát, hogy míg korábban csak az anorexia létezett, és ugye a bulimia egyféle ilyen altípusaként, vagy tüneteként jelent meg. Úgy, ezt azért mutassuk be egy picit, mondjuk biztosan hallott mindenki ezekről a fogalmakról, de... Szóval, hogy anorexiánál nyilván a vezető tünet a nagymértékű súlyvesztés,
ott is van egy olyan jellegű testképzavar, amikor a személy egészen más, hogy látja saját magát, súlygyarapodástól való félelem, és nagyon domináns a jelen van. Mi korábban így a menstruációnak az elmaradása egy ilyen diagnosztikai kritériumként szerepelt, ez most már így háttérbe szorult, és hogy inkább, tehát így a súlyfóbia, illetve így a nagymértékű súlyvesztés az, ami előtérbe van, és hogy ehhez képest így a bulimia nervózában sokkal inkább egy normál, átlagos testalkat az, ami jellemző, vagy akár valamilyenféle túlsúly annak következtében, hogy a falásrohamokat a kompenzáló viselkedésformák milyen módon próbálják egyensúlyba hozni. A klasszikus kép, amit így elképzelünk bulimia kapcsán, az így tulajdonképpen általában így az önhánytatással van összefüggésben, mint kompenzáló viselkedésforma, de hogy ide tartozik a vízhajtó használat, hashajtó használat, túlzásba vitt testedzés, illetve az ilyen nagyon szélsőséges koplalások is ehhez kapcsolódhatnak. Tehát, hogyha a két klasszikus és talán leginkább ismert zavarról, ha beszélünk, tehát, hogy ezek voltak azok, amiket legrégebb óta is ismerünk, de hogy ahogy így az evészavarok nagyon elkezdtek terjedni, és hogy egyre inkább mondjuk a férfiakat is érinteni, mert általában ezek a klasszikus formák női zavarnak számítanak. Nyilván vannak itt is olyan férfiak, akik érintetté válhatnak, de hogy vannak olyan típusú evés vagy testképzavarok, amelyek tipikusan férfiak sajátjai. Tehát ide tartozik például az izomdiszmorfia, amit talán a leginkább ismert. Ezt korábban inverz anorexiának hívták, pont abból adódóan, hogy nem nőket, hanem férfiakat érintett, illetve, hogy a testképzavar éppen fordított irányba van jelen. Tehát nem túlságosan nagy darabnak tartják magukat, hanem a meglévő súlytöblet és izomtömeg ellenére nagyon satnyának ítélik meg a saját testüket, és hogy akár egy ilyen szégyennel párosul. Illetve ami még itt megjelenik az, hogy tulajdonképpen az izomzat válik az önértékelésnek az alapjává, és ez olyan mértékben kórossá válhat, hogy akár, tehát hogy egy ilyen túlzott testedzés alakul ki, aminek eredményeképpen akár ilyen izomszakadás, meg sérülések alakulhatnak ki, illetve a szteroid használat nagyon meghatározó, ami nyilván rengeteg egészségügyi szövődménnyel társul. És akkor ehhez kapcsolódóan még más jellegű zavarok is kialakultak. Tehát, hogy mondjuk az a típusú inkább így testképzavar, amikor így a testzsír százalék alacsonyan tartásáról van szó, tehát egyféle testzsírfóbia jelenik meg, ez a testépítő típusú evészavar, ez nők és férfiakra is jellemző, illetve az ortorexia nervóza, amit már korábban említettem, és hogy itt jön be egyféle olyan egészségideál, ami kérdés, hogy egészséges-e. Mert hogy nagyon provokatív a címe az előadásnak, hogy kóros egészség, és nyilván addig nincs is probléma, amíg valóban arról van szó, hogy valaki egészségesen él, egészségesen táplálkozik, de nagyon sokszor ez nem egy hiteles információn alapul, és onnantól kezdve nagyon sok egészségügyi szövődmény is lehet, de hogyha ez nincs is jelen, és valóban egészséges táplálkozásról, vagy egészséges életmódról beszélünk, akkor is a lelki tényezők mondjuk meghatározóak lehetnek. Tehát, hogyha ez túlzottá válik a mindennapokban, tehát egy tulajdonképpen az élet uralójává válik, akkor onnantól kezdve az élet számos területére ki fog hatni, a belső szenvedést okoz, illetve az interpersonális kapcsolatokra hatással lehet, és onnantól kezdve már problémáról beszélhetünk. És akkor mégis
Tehát most azért nagyon sok minden elhangzott, tehát hogy rengeteg ilyen zavarról beszélhetünk. Ezeknek egy része a szépségideálhoz kötődik, mint, tehát megjelenik, mint szociokulturális háttér, más része pedig az egészségideálhoz, meg ugye összefonódottan a kettő együtt van jelen. De hogy maradjunk egy picit az ortorexiánál, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta fogalom, amit talán sok mindenkit, vagy egy szélesebb réteget érint, és az egy fontos kérdésként merül fel, hogy hol a határ. Tehát, hogy mikortól válik problémásra egy ilyen viselkedés, egyáltalán meddig maradhat rejtve? Tehát, hogy honnan lehet ezt látni, hogy látszik? Szóval, hogyha az ortorexiáról beszélünk, akkor azért nem egy diagnosztikus kategória. Alapvetően egy új jelenség, ami nagyon vitatott, egyre több vele kapcsolatban így a kutatás, de hogy azért még eléggé gyerekcipőben jár. Amit tudni lehet róla, hogy tulajdonképpen ez Bretman 1997-ben írta le, ez egy ilyen korképek között ez egy nagyon fiatal, tehát hogy az egyik legújabb evés zavar, hogyha egyáltalán evés zavarról van szó, mert igaziból az nem teljesen tisztázott, hogy mennyire más evés zavarok egyféle alcsoportjának számít, vagy hogy mennyire állja meg a helyét önállóan. Az biztos, hogy így az evész zavarok és a kényszeresség, vagy kényszeres zavaroknak egy ilyen határterületét képezi. Tehát egészséges ételfüggőségnek nevezte Bretman, és ez arról szól, hogy tulajdonképpen az ételnek a minősége kerül a fókuszba. Tehát, hogy még más evészavaroknál a mennyiségen van a hangsúly, tehát hogy próbálnak minél kevesebbet enni, diétázni, csökkenteni a bevitt kalória mennyiséget. Itt inkább az étel minősége, illetve az egészségessége az, ami előtérbe kerül. Ami viszont kórossá tudja tenni ezt a jellegű viselkedést, az, hogy tulajdonképpen így az életnek egy ilyen nagyon meghatározó tényezőjévé válik az, hogy a személy hogyan táplálkozik, hogy rengeteg időt tölt azzal, hogy beszerezze azokat az ételeket, illetve elkészítse azokat az ételeket. Nagyon sokszor ez a túlzásba vitt egészséges táplálkozás, ez más ilyen egészséges életmód jellemzőkkel is társulhat. Ami még probléma szokott lenni, vagy ami így ilyen járulékos tünet, hogy ezek a személyek általában egy ilyen felsőbbrendűségi érzést éreznek azzal kapcsolatban, hogy azok a személyek, akik nem követik ezt az egészséges táplálkozást, azok nyilván nem olyan egészségesek. Nyilván nem olyan egészségesek, és hogy van egy ilyen elkülönítés ezzel kapcsolatban, hogy akkor én nem barátkozom veled, vagy nem találkozunk, vagy ez egy ilyen vita területté válik. Illetve maga az egészséges táplálkozás, vagy hogyha valaki saját maga készíti ezeket az ételeket, akkor a közös étkezések, amik így a társas kapcsolatoknak nagyon fontos alapját képezik, azok sérülnek, és hogy nyilván nem tudnak ezek az emberek közösen étkezni, részt venni ezeken a programokon, mert hogy az ételnek a jelenléte, és hogy az azzal való foglalkozás annyira kitölti a gondolataikat, vagy annyira ilyen zaklatottá teszi őket, hogy inkább kivonódnak ezekből a kapcsolatokból, és otthon maradnak. Tehát, hogy innen kezdődik a probléma. Válnak. És egyébként mi a helyzet azzal, hogy ki milyen étrendet követ? Vagy szóval, hogy nyilván a fogyasztói társadalom az egy elég remek táptalaja a mindenféle remek diétázási trendeknek, hogy ezek az emberek egyébként, akik az egészség nevében folytatnak mindenféle diétát, akár saját maguk készítik el ezeket az ételeket, mennyire járnak utána, tehát mennyire támaszkodnak hiteles információkra akkor, amikor egyébként az étkezési szokásaikat kialakítják? Tehát, hogy valóban egészséges-e az étrend, amit követnek? Ez nagyon változó, és hogyha csak azt nézzük, hogy tehát ugye a fanatizmus része, az már önmagában probléma lehet. Tehát, hogy bármilyen diétát is követ valaki, onnantól kezdve, hogy az szélsőséges, valamilyen hiánytünet kialakulhat. És hogy
De nagyon változó az is, tehát az a kapcsolatban, az is ilyen nagyon még nem teljesen körüljárt kérdés, hogy milyen társadalmi rétegből kerülnek ki ezek az emberek, és hogy ez nem olyan egyértelmű, mint mondjuk más típusú evészavarok esetén, ahol leginkább így a középosztály az, akit érint. Nyilván az egészség, a valóban egészséges táplálkozás, meg a bio ételeknek a beszerzése az drágább, tehát hogy ez egy tény. De onnantól kezdve, hogy ha ez nem egy valódi egészséges táplálkozás, csak feltételezés, bizonyos dolgok kihagyása az étrendből, akkor az mások számára is követhetővé válik. Nagyon sokszor jelenik meg egy ilyenféle túlzásba vitt egészséges viselkedés, valamilyen fizikai, orvosi problémára válaszként. Tehát, hogy valami miatt valakinek diétáznia kell. És egyébként Bretman maga is ennek kapcsán vette észre ezt a jelenséget. Egyébként ő maga is szenvedett ortorexiában, aztán kikezelte magát. De egyébként ez nagyon jellemző. Amúgy azt mondják, hogy az egészségügyi pályát választókra ez sokkal inkább jellemző, és pont azért, mert hogy ők sokkal többet foglalkoznak a táplálkozással, nagyobb a tudásanyaguk, talán ez egy védő tényező is lehet, hogy valóban egészségesen fognak táplálkozni, mondjuk a megszállottság része az attól még jelen lehet. Tehát, hogy Bretmanre visszatérve, ő házi orvosként dolgozott, és hát nagyon előszeretettel javasolt mindenféle diétákat a különböző problémára. Tehát, hogy azon kívül, hogy fölírta az aktuális gyógyszert, még javasolt valamilyen diétás megoldást az adott problémára, és azt vette észre egy idő után, hogy sokkal több kárt okozott azzal, hogy ezek az emberek elkezdtek nagyon mereven ezekhez a diétás módszerekhez ragaszkodni, illetve hozzáraktak újabb és újabb elveket, és hogy tulajdonképpen utána ennek a kezelése és rendbe rakása, mondjuk miután megszűnt az adott egészségügyi probléma, sokkal bonyolultabb volt, meg nehezebb volt. Tehát a pszichés következmények súlyosabbak voltak. Ráadásul nagyon sokszor van az, hogy valóban diétázni kell. Tehát, hogy például egy diabétesz esetén ez elkerülhetetlen. És hogy általában nem az szokott a probléma lenni, hogy az emberek nem tudják azt, hogy mit kellene enni, hanem annak a betartása szokott nehézséget okozni. Igen, meg most igazából eszembe jutott ez egy gondolat, hogy mennyiben számít az, hogy milyen fajta címke kerül igazából a diétához. Tehát, hogy nyilván már önmagában az, hogy egészséges életmód, meg az egészség címke, ez egy nagyon pozitív dolog, ami eleve fenntart egy ilyen viselkedést. És visszatérve még az első kérdésünkre az egészségideállal kapcsolatban, hogy azért rendesen elárasztanak minket az ilyenfajta egészségfogalmak a nap mint nap a magazinokból, tehát akik visszaköszönnek ránk, és nyilván a testalkattól elkezdve. Szóval, hogy így mit lehet egyébként itt tenni ez ellen, és nyilván ez egy baromi összetett jelenség, mert az, aki egyébként orvos tanácsára kezd diétázni, és az egészséghez köti egyértelműen a diétát, aki pedig egy magazinban lévő diétát követ, és mondjuk egy testképhez köti a diétát, szóval, hogy így ez elkülönül egyébként ezen belül, a zavaron belül, vagy szóval, hogy így lehet-e különbséget tenni ezek között, és egyáltalán mit lehet ezzel kezdeni, hogyha kötődik nagyon erősen valamilyen fogalomhoz, ami egyébként pozitív maga a diéta? Hát abban az esetben mindenképpen az egy plusz nehézség, hogyha muszáj valamilyen diétát követni, ami mondjuk tényleg egy ilyen, tehát hogyha van egy életmódváltás szükséges valamilyen betegség miatt, de hogy csak azt nézzük, hogy milyen magas az elhízás, vagy a túlsúly aránya mondjuk így Magyarországon, tehát hogy akkor nyilván a fogyás és az egészségesség is egy kívánt elvárt állapot lenne. Tehát, hogy innentől kezdve ennek van egy olyan háttere, ami feljogosítja az embereket, sőt, bíztatja. Sőt, ez egy kívánt dolog. Tehát ez egy jó dolog egészségesen táplálkozni. Az a kérdés, hogy ez mennyit veszel az adott személynek az életéből. A magazinban sugalt, vagy hát nagyon direkt módon közvetített diéták nyilván
igaziból ez mindegy, hogy melyik diétáról van szó. Általában szélsőségesek, és hiába arról szól, hogy mennyire egészséges lesz tőle az adott személy, burkoltan valahol benne foglaltatik az is, hogy az embernek a testsúlyát vagy az alakját próbálja valahogy kontrollálni. Sokszor van az, hogy tulajdonképpen így a kartuság iránti késztetés elbújik az egészség üzenete vagy eszménye mögött. És hogy nem tudom, hogy észrevették-e már azt, hogy tulajdonképpen arról már senki nem beszél, hogy fogyókúrázik. Tehát régen volt egy ilyen hullám, hogy mindenki fogyókúrázott, és hogy manapság ez nem kerül kimondásra, hanem valahogy mindenki eredendően úgy néz ki, ahogy. Közben pedig mindenki diétázik. Hogy egy kicsit így körülnéznek a saját kis ismerőseik körében, és hogy most már nem csak a nők, hanem a férfiak is. Valamilyen módon odafigyelnek arra. Ami egyébként egy nagyon jó dolog, hiszen pont tehát így az egészség irányába hat, de hogy az, hogy ilyen mérték, vagy egy ilyen hangsúly kerül erre, az viszont lehet egyféle probléma. És hogyha nyilván a média minden módon próbál ezekkel az üzenetekkel minket bombázni, nagyon nehéz nem a hatása alá kerülni. És hogy nem is kell ahhoz, nem tudom, milyen magazinokat úgy olvasni, de hogy mindenhol ezekkel találjuk szembe magunkat. És hogy nem csak egy szépségideál van, hanem egy egészségideál, és hogy így ami az egészet így tulajdonképpen körüllengi, az egy ilyen nagyfokú teljesítményideál. Tehát, hogy nagyon közel áll így az egész, így a perfekcionizmusnak a kérdésköréhez. Tehát, hogy tulajdonképpen a tökéletességre való törekvés, az mindegyikhez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik. És egyébként tehát ez a fogyasztói társadalmon belül, ahol azért valljuk be, hogy nem csak egészséges ételeket lehet kapni, hogy azért ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy miért erre megyünk, hogy erre, szóval, hogy miért egy olyan fajta ideál alakul ki, ahol egy picit a megszállottság válik normálvá, vagy picit mindenki legyen megszállott. Hogy erre van-e valami választ? Hát van ez az elég kettős üzenet, tehát van ez az obezogén környezet, ebben a civilizációs probléma tulajdonképpen az egész, hogy van a fogyasztói társadalomnak az üzenete az, hogy tulajdonképpen a fogyasztás által az ember boldog lesz. Illetve vannak ezek az ideálok, hogyha olyan sovány vagy, ha egészséges vagy, hogyha teljesítesz, akkor boldog leszel. És hogy akár ugyanezt képviselik azok a hírességek vagy sztárok, akikhez ezeket kötik, és ők is akár valamilyen diétát népszerűsítenek, illetve valamilyen ideált, szépségideált megtestesítenek. És hogy tulajdonképpen hogy ehhez kapcsolódva ez egy... Tehát a fogyasztói társadalomnak a kettős üzenete az abban nyilvánul meg, hogy egyrészt fogyaszt, másrészt maradj karcsú és maradj egészséges. Ráadásul azok az ételek, amelyek könnyen és olcsón elérhetőek, azok általában azok, amelyek az egészségünk ellen hatnak. Tehát, hogy azok számára, akik mondjuk nem is engedhetik meg maguknak, azok számára nyilván így inkább így az tehát hogy az egészségtelen táplálkozás lesz az, ami előtérbe kerül. Tehát ez valóban egy nagyon nehéz helyzet, és hogy ennek van egy olyan része is, hogy mondjuk evolúciósan hogy alakult ki a személy, tehát így az ember annak érdekében, hogy mondjuk a nélkülözés idején tulajdonképpen azért raktároz az ember, hogyha kevesebbet eszik, hogyha nélkülözés van, akkor is valahogy fent tudja saját magát tartani. De hogy ez a stratégia ebben a fogyasztói társadalomban egyáltalán nem adaptív már. Tehát most valószínűleg valamilyen újféle stratégiát kell kialakítani, ami hosszú folyamat, és hogy azok fognak fennmaradni, akik valahogy meg tudnak küzdeni azzal, hogy egy ilyen helyzetben, és hogy ez most ilyen nyilván egy kicsit messzebb menő gondolat már, de hogy valahogy ez így tud működni. Értem.
És egyébként most nagyon erősen a táplálkozásra koncentráltunk, nyilván ez is a szakterületed, de hogy az egészség magatartás milyen más területén jelenhet egyébként meg ez a fajta megszállottság. Ugye volt szó a testezés függőségről is, meg az izomdiszmorfiáról, hogy egyébként ott beszélhetünk ilyenfajta nehezen eldönthető egészséges határ és már kóros határ között mozgó magatartás formáról? Hát, hogyha a testedzésről van szó, akkor alapvetően így a mozgás megint csak egy egészséges viselkedés forma. Onnantól lesz szintén kóros, hogy tulajdonképpen az is eluralja így a mindennapokat. Tehát, hogy túlságosan hangsúlyossá válik, illetve akár a test külseje, az izomzat, vagy akár a test edzés mennyisége, mértéke válik egy ilyen elvártá, és hogy a mindennapoknak olyan részévé, hogy akár így az önbecsülés alapját is jelentheti. És hogy onnantól kezdve viszont már problémáról beszélünk, hiszen nincsenek kihágások, vagy kihágások esetén bűntudat jelentkezik, és ez meg egy akár utána egy még szélsőségesebb viselkedésbe tud átváltani, tehát hogy és fenntartja az eredeti viselkedést. És nyilván képzeljük el, hogy valaki rengeteg időt tölt edzőterembe, tehát hogy ez egy ilyen rendszeres tevékenységforma, illetve mellette odafigyel még az evésére, akkor nagyon kevés ideje marad rengeteg minden másra. Tehát, hogy ez tulajdonképpen így ilyen nagyon meghatározóvá válik az életben. Általában itt is a társas kapcsolatok azok, amelyeknek a rovására megy így első képen. És hát nyilván, hogyha valaki ilyen tápláléki, vagy olyan jellegű, akár tiltott szereket használ, annak meg az egészségügyi szövődményei hát tulajdonképpen beláthatatlanok. És akkor milyen lehetőségek vannak kezelésre például? Vagy szóval, hogy így egy olyan fajta zavart, ami ugye nem is diagnosztikus kategória még, és nagyon erősen az egészség zászlaja alatt működik, hogy ugye, és emiatt sokáig rejtve is maradt, hogy szükség van-e, és hogyan lehet kezelni? Általában az a probléma ezekkel a zavarokkal, hogy nagyon rejtettek. Ráadásul annyira a személyiségnek a részévé, az egyének a részévé válnak, illetve pont amiatt, hogy így az egészség mögé, vagy az egészségnek az eszménye mögé rejtőznek, hogy igaziból a személy nem is feltétlenül ismeri föl ennek a problémáját. Tehát, hogy ő most bármilyen módon is kóros lenne, amit csinál. Nagyon sokszor jönnek ezek a magyarázatok, hogy de hát miért, amikor ez ezért jó, meg azért jó. Tehát, hogy nagyon sokszor kialakulnak viták, akár így a családon belül, vagy barátokkal. Pont amit említettem, hogy ez így nyilván a társas kapcsolatoknak sem tesz jót. És hogy van egy nagyon erős betegség, vagy egy ilyen probléma tagadás, illetve a probléma belátásának a hiánya. És hogy emiatt nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy ennek kapcsán jutnak el szakemberhez. Sokkal inkább ennek a szövődményei azok, amik elviszik az adott szemét, illetve hogyha van valamilyen járulékos vagy komorbid zavar, tehát mondjuk egy depresszió, vagy ezek a megjelenő önvádlások, vagy például ortorexia esetén, vagy az evészavarok esetén nagyon gyakori az ilyen átjárás a kettő között. Tehát, hogy akár olyan formában, hogy az ortorexia egyféle gyógyulási útja más jellegű evészavarnak, és hogyha azt nézzük, hogy az anorexia az egyik legmagasabb halálozással járó pszichiátriai kórkép, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen egész jó változat, tehát hogy egy javulásnak tekinthető. De hogy közben pedig a pszichés és akár így fizikai éhezés, vagy ezek a nagyon szigorú diétás megszorítások nagyon sokszor átcsapnak valamiféle ilyen falásrohamba. Ha az nem is olyan mértékű, mint mondjuk tehát nem is feltétlenül mondjuk egy bulimiás tünet együttesbe, de hogy ezért
vannak ilyen kilengések, és ott megint csak megjelenik ez az önvád, a bűntudat, és hogy akár ezek a kilengések, vagy az ehhez kapcsolódó súlygyarapodás az, ami ezeket a személyeket elhozza terápiába. Én azt hiszem, hogy itt az idő arra, hogy a közönség kérdezzem, úgyhogy arra szeretnélek titeket kérni, hogy bátran kérdezzetek, jó, és Márta válaszol. Igen, hangosan. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az ortorexia mögött van-e valamilyen azonosított ilyen domináns kényszergondolat, vagy valami domináns félelem? Tehát, hogy mondjuk ilyen fóbiás jellegű, vagy hogy így mennyire egy kényszeresség az, ami dominál? Ilyesmire gondol? Erre is, tehát, hogy milyen zavarokhoz sorolható be könnyebb, hogy hogyan lehet verbalizálni ezt a félelmet, vagy kényszert, De alapvetően tényleg így az evészavar spektrum és a kényszer spektrumnak így a határán helyezkedik el, alapvetően így evészavarok közé tartozik. Azért nagyon vitatott ez, mert hogy itt nem a mennyiségi aspektus kerül előtérbe, hanem inkább a minőség, és ez nyilván nagyon ellentétbe áll azzal, amit így a klasszikus evészavarok esetén tapasztalunk. Hogy az fontos, hogy elkülönítsük mondjuk egy ilyen fóbiás félelemtől valamilyen típusú ételekkel kapcsolatban. És hogy önmagában így a kényszerességgel való kapcsolata sem olyan mértékben indokolt, vagy hogy ilyen megerősített, hogy csak mondjuk valamilyen kényszeres gondolathoz kapcsolódjon. Ugyanígy mondjuk valamilyen pszichotikus állapotban kialakuló ételkerüléssel sem. Tehát, hogy attól is mondjuk elkülöníthető. Ha ez válasz. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez nagyon homogén csoport, vagy azt, hogy független? Elkülöníthető. Ami sokkal nehezebb, az így az evészavarokon belüli elkülönítése. És hogy úgy tűnik, hogy így a kutatások is azt mutatják, hogy így a kartuság iránti késztetés azért nagyon benne van. Még akkor is, hogyha nem kimondottan, de hogy általában azok a személyek, akikre jellemző ez a tünet együttes, a háttérben kartuság iránti késztetés kapcsán is érintettek. Tehát, hogy nagyon nehéz elkülöníteni, hiszen ha azt nézzük, hogy az elhízás az egy probléma, akkor tulajdonképpen a fogyás, vagy a testünknek, a testsúlyunknak a kontrollálása is tulajdonképpen az egészséges irányba hat. És, bocsánat, van magas komorbiditása a bulimiával, vagy az anorexiával? Hát pont amiatt, hogy nincs egy ilyen nagyon jól körüli, tehát hogy nagyon nehéz egy ortorexiás csoportot formálni. Tehát, hogy ez még egy annyira kezdetleges, kialakulatlan zavarról van szó, hogy igaziból mik azok a kritériumok, ami alapján valakit besorolhatunk. Tehát, hogy inkább ott tart még az egész, meg a kutatás ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán hol vannak a határok. De hogy mondjuk így a klinikumban, amit látunk, hogy az, hogy tulajdonképpen tünetegyüttesként, akár ilyen szövődményként, akár ilyen gyógyulási formaként megjelenik az egészséges táplálkozás. Például bulimiásoknál az nagyon gyakori, hogy vannak a jó meg a rossz ételek. Tehát vannak azok, amik benn maradhatnak, illetve az, ami nem. És hogyha meggyógyul, vagy hogy elmúlnak ezek a falásrohamok, amik tulajdonképpen a rossznak minősített ételekhez kapcsolódnak, akkor tulajdonképpen maradnak az egészségesnek minősített ételek. Ezek mondjuk nem feltétlenül mindig fedik a valóságot, de hogy rendben nyilván az az ő hiedelem rendszeréhez tartozik. És hogy ennek a tisztázása is mondjuk akár így a terápiás folyamatnak a része lehet, hogy akkor mi is a valóban egészséges táplálkozás. És ez nagyon sokszor felmerül, hogy igaziból mi a gyógyulás, mondjuk egy evészavarból. És tehát az egy nagyon fontos pontja általában, tehát hogy így nem csak szakmailag, hanem így a benne szenvedők szerint is,
hogy tulajdonképpen az, hogy az ember lelkiismeretfurdalás vagy bűntudat nélkül meg tud magának engedni olyan dolgokat, amit korábban nem. Vagy hogy a számára veszélyesnek vagy kerülendőnek tartott táplálékokat, ennivalókat. Köszönjük. Van még kérdés? Esetleg? Igen? Az ideál az maradt. Annak ellenére, hogy vannak ilyen törekvések abba az irányba, hogy megjelennek ezek a Moletnek nevezett teltebb idomok a címlapokon, amit én azt gondolom, hogy lehet, hogy még rosszabb az üzenete, mert olyan nők jelennek meg, aki tulajdonképpen így egyértelműen így a normák testalkat kategóriába tartozik, és hogy azt nevezik teltnek. És azt gondolom, hogy ez egy megint csak egy nagyon nehéz üzenet, hogy akkor így mihez tartjuk magunkat. Tehát, hogy eltűnik tulajdonképpen a normál testalkat, így az egész, tehát, hogy a szélsőségek vannak jelen. Tehát, vagy a szélsőségek, vagy tulajdonképpen ahogy mondjuk a ruhaméreteket egyre inkább lejjebb számozzák, ugyanúgy valahogy így az ideális egészen máshogy alakul. És hogy az az ideál, ami megjelenik, az tulajdonképpen nem az egészséges. Mert egy olyan alacsony testzsír százalékkal az embernek a reproduktív funkciói nyilván nem tudnak működni. Igen, egyébként ehhez annyit így hozzákapcsolnék, hogy pont a beszélgetés előtt mi erről egy picit így körbejártuk a témát, és szóba került ez, hogy egyébként nagyon gyakran jelennek most meg ilyen fajta plakátok, vagy olyan, mintha ez lenne az új trend, ugye nyilván az ortorexiával és a testezés függőséggel nagyon erősen összefonódva, hogy az erős az új sovány. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes jelenség. Igen, és hogy mondjuk ez az izmosság ideál, ez szintén egy nagyon alacsony testzsír százalékkal jár együtt, és onnantól kezdve ezek a nők ugyanúgy nem menstruálnak. És hogy ugyanúgy ez egy problémát jelent. De hogy akkor nem maradjunk csak a nőknél, tehát hogy a férfiakat érintő ilyen jellegű problémák, tehát hogy egy túlzásba vitt izomépítés, illetve ezeknek a szereknek a használata, ugyanúgy ugye, szexuális funkciókat mondjuk érintheti. Van még kérdés? Igen? Az a kérdés, hogy elhangzott, hogy a társas Tehát, hogy egyféle ilyen, hogy felnéznek rá, vagy hogy ilyen, egy ilyen becsült dologgá válik, vagy akár az is lehet, hogy mondjuk valamilyen csoporthoz ezáltal tud kapcsolódni. Ez nyilván előfordulhat, de hogy attól még így a mindennapi működésben, például így a munkahelyi életében ugyanúgy ez mondjuk nehézséget okozhat. Ez egy nagyon nagy kérdés, meg hogy a családnak ez milyen jellegű problémát okoz. Sokszor van az, hogy a család jön el, hogy akkor most már kellene valamit csinálni, és hogyan hozzuk el az adott családtagot, mert hogy az a jellegű szélsőséges figyelem az evésre, a táplálkozásra, az valahogy így a családnak a mindennapi életét is befolyásolja. Persze, általában mondjuk ez éríthet házi asszonyokat, és hogy ők azok, akik mondjuk így főznek a családnak, de ugye idő után azért ez nagyon nehéz, hogy mindig olyan jellegű ételeket készítsenek el. Nagyon hosszadalmas ezeknek az elkészítése, a beszerzése, és hogy azért itt inkább így az örömtelenség része is az, ami előtérbe került. Tehát hogyha már a kóros formájáról beszélünk, tehát hogy ennek az egészséges, túlzottan erős
figyelem az egészséges táplálkozás irányába, tehát hogyha erről beszélünk, akkor azért ez nem egy ilyen boldogító érzés. Tehát a perfekcionizmusban is éppen az a probléma, hogy persze nagyon jó tökéletesre törekedni, és hogy az egy ilyen eszmény. Nagyon jó az, hogyha jobbak és jobbak leszünk, de hogy a tökéletest elérni, az lehetetlen. És hogy onnantól kezdve folyamatosan frusztrációt okoz. És ugyanígy van ez egy egészség ideállal, vagy eszménnyel, és ugyanígy van ez egy soványság ideállal, hogy 30 kilósan sem vagyok. Nem érzem még úgy, hogy elég sovány vagyok, és még, és még, és még. És nyilván egy idő után ez egy teljesen kontrollálhatatlan dologgá válik, és hogy a valóság funkció is sérül. Tehát, hogy tulajdonképpen a személy nem tudja így a valóságot megfelelően felmérni. És hasonlóan mondjuk egy ilyen egészséges magatartásnál is. Tehát lehet, hogy van egy ilyen jó közösségi háttér, de hogy azért ez egy nagyon beszűkült élettér. Van még esetleg kérdés? Igen? Hát evészavarra foglalkozó intézmény, vagy az sajnos Magyarországon nincsen, tehát ilyen evészavar klinika nincsen. Európában egyébként sok van, tehát hogy vannak Magyarországhoz hasonló méretű országok, ahol több is található, és hogy ezzel nagyon-nagyon sokan foglalkoznak. Nálunk van egy-két olyan osztály, ahol van ebben gyakorlatuk, ahol erre koncentrálnak. Most a korábban, talán még most is, de hogy Nyírő Gyula Kórház néven ismert intézmény az, ahol egy ilyen evészavar részleget most létrehoztak, és hogy nagyon nagy hangsúly helyeződik tehát az evészavarosoknak a kezelésére. Nyilván ez egy réteget érint, akik egy ilyen nem járó betegellátás keretein belül igényelnek kezelést, illetve vannak olyan járó betegellátás formájában működő intézmények, ahol mondjuk több olyan szakember dolgozik, akinek gyakorlata van evészavarokkal kapcsolatban. Illetve hát van egy ilyen hálózat, tehát van egy ilyen evészavar munkacsoport, ami azért így Magyarországon nem olyan nagyon-nagyon nagy. Tehát, hogy azért így ismerjük egymást. Nyilván ez is ilyen Budapest központú, tehát, hogy így Budapesten sokkal könnyebben tudnék mondani valakit, akihez el lehet menni ilyen jellegű problémákkal. De hogy vannak más vidéki városokban dolgozó, evészavarra foglalkozó szakemberek is. És hogy ez a hálózat azért ez így működik, és nem csak egy ilyen kutatási, ilyen tulajdonképpen ilyen szakmai szervezetként, hanem akár olyan módon is, hogyha találkozunk valamilyen evészavar, tehát segítünk eljutatni a megfelelő szakemberhez az illető evészavaros személyt. Hát, hogyha gyerekekről van szó, akkor igen, akkor az egyes gyerekklinika az, ahol azért van egy nagyon jó evészavarra szakosodott tím. És ott elég komplex is a kezelés, nagyon-nagyon sokan keresik fel őket. Tehát ott vannak ilyen egészen kicsi gyerekek, tehát ilyen 6 éves kortól kezdődően azért ott nagyon sokan megfordulnak. Általában így a szülők azok nyilván, főleg ilyen fiatal korosztálynál, de később is. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy a családterápia az, ami egy nagyon működő terápiás módszer ezekben az esetekben. Tehát, hogy
hogy nem véletlen van az, hogy általában aki így evészavarokkal foglalkozik, az így családokkal is foglalkozik. Tehát ő még felnőtt korban is sokszor megkerülhetetlen. Tehát, hogy nekem volt olyan 40 éves kliensem, akinél ugyanúgy a szüleinek a bevonása szükséges volt. Tehát, hogy ez nagyon nehezen kivonható ebből a családi közegből. Főleg azért, mert ugye az evés alapvetően egy közösségi, családi esemény is tud lenni. Vagy hát az. Van még esetleg, még ott is van kérdés, igen. Gyakorlati példát, ezt nagyon nehéz mondani, tehát hogyha a WHO-nak a definíciójához, ha visszatérünk, tehát hogy mondjuk most csak azt emeltük ki, hogy így a testi mellett, így a lelki működés mennyire fontos, de hogy ők pont arra próbálták így a hangsúlyt helyezni, hogy nem csak a testi egészségről van szó, hanem a lelkiről, a mentális, a spirituális, a tulajdonképpen így a szociális kapcsolatokat is belevéve. Tehát, hogy akkor mondható, hogy az ember így egész, és hogy egészséges, nyilván így a szó is ebből ered, hogyha az életnek a különböző területein jól tud funkcionálni. Tehát, hogy nincs egy olyan féle funkciózavar, ami mondjuk akadályozza őt az alkalmazkodásban. Tehát, hogy ezeknek az együttes jelenléte az, ami szükséges ahhoz, hogy az ember egészséges legyen. Tehát, hogy a normalitás és abnormalitásnak így a határa, ez egy nagyon nehéz kérdés. És hogy ebben nagyon nagy szerepe van így a társadalomnak. Tehát, hogy a társadalom milyen normákat állít. Vagy eleve tehát a diagnosztikus rendszert és a diagnosztikai kategória, vagy kritériumokat ugyanúgy emberek, szakemberek állítják föl. Nyilván van egy csomó szakmai tapasztalat hozzá, gyakoriságok, tehát, hogy nagyon sok minden, és hogy próbálunk mindig kategóriákat képezni. Tehát, hogyha így a mindennapi gondolkodásukra gondolnak, akkor is az jelenik meg, hogy tulajdonképpen próbáljuk a sokkal könnyebb átláthatóság érdekében leegyszerűsíteni a dolgokat, mert hogy mindig mindent végig gondolni nagyon-nagyon bonyolult lenne. És hogy emiatt egy csomó olyan információ elveszik, és nagyon nehéz azt mondani, hogy ez a mérce, és hogy mi az a, tehát hogy mondjuk akár egy ilyen terápiás helyzetben, hogy vajon a pszichológus tud-e, vagy a terapeuta tud-e a normalitásnak így a mércéjévé válni. Nyilván az alkalmazkodás irányába ható viselkedés állapot, ez egy nagyon kíván dolog. Tehát, hogy mennyire tér el az adott személy az átlagtól, vagy az adott viselkedésforma mennyire tér el az átlagtól, mennyire okoz valamilyen alkalmazkodási nehézséget, akár valamilyen szenvedést a személy számára, vagy a környezete számára. És hogyha mondjuk ez, vagy mondjuk akár így a társas kapcsolataiban, a munkahelyi sikerességében, vagy egyáltalán beilleszkedésében ez mennyire kelt valamilyen zavart. És hogy tulajdonképpen így az átlaghoz való közelítés az, ami így a normálisnak határozható meg, de hogy nagyon fontos ez, hogy egyáltalán, tehát hogy ki az, aki eljut az adott szakemberhez. Tehát ilyen kényszer, gyógykezelések már csak ilyen nagyon, tehát hogyha olyan esetekben vannak, amikor mondjuk történt valamilyen bűncselekmény, tehát hogy alapvetően nem nyilvánítunk senkit valamilyen
mentális zavarosnak, hanem vagy a környezet, vagy ő saját maga jelentkezik azért, hogy nekem igenis problémáim vannak, és hogy szeretnék arra valamilyen megoldást keresni. Igen, én még annyit hozzátennék, mert hogy erről is beszéltünk, hogy én azt gondolom ebből kiemelni, hogy akkor igazából nem egy általános mérce az, ami meghatározó, nyilván van ilyen is, de hogy ez egyénenként változik. Tehát, hogy van olyan, nyilván addig, amíg nem okoz, hogyha jól értem, olyan fajta diszfunkciót, tehát, hogy mondjuk fizikai károkat, vagy tényleg lelki, tehát, hogy olyan fajta zavarokat, amivel egyértelmű ugye probléma, addig egyébként akár mondjuk, hogyha valaki az önmegvalósítás irányába mondjuk edzőként, vagy egy nem tudom, vegetáriánus blog vezetőjeként foglalkozik ezzel, nála mondjuk sokkal később jelenhet meg egy ilyen fajta probléma, vagy diszfunkció, és akkor nyilván ez egy ilyen érdekes kérdés, ez közben felmerült bennem is, hogy akkor az egyének azok, akik, tehát hogy a saját életükön belül határozódik meg igazából ez a mérce. Igen, és mondjuk egy terápiás folyamatban, tehát hogy amikor felmerül, mint az előbb említettem, hogy mi a gyógyulás, és hogy az annak van olyan része, ami kíván, tehát hogy például egy 30 kilós személynél a súlygyarapodás az elkerülhetetlen a gyógyulás érdekében, viszont azt nagyon nehéz meghatározni. Persze van tehát egy ilyen normál tartománya annak, hogy mi az egészséges testsúly, ami abban a korosztályban elvárt lenne, de hogy az, hogy mi a gyógyulásnak a jelentése, azt mindig közösen beszéljük meg a terápiában. Nyilván a terapeuta képviseli egy ilyen szakmai irányt, de hogy az is nagyon fontos, hogy az adott kliens mit gondol a gyógyulásról. Tehát, és hogy ennek a kettőnek egy ilyen közös megoldása az, ami tulajdonképpen így a gyógyulást jelentheti. Esetleg van még kérdés? Nincs. Úgy látom, hogy nincs több, úgyhogy... Egyrészt nagyon szépen köszönöm Varga Mártának, hogy a vendégünk volt. Másrészt nektek azt kívánom, hogy akkor április 7-én, az egészségügy világnapján, amikor az egészség megőrzés fontosságára világszerte felhívják a figyelmet, hogy picit kritikusabban próbáljátok megközelíteni ezt a fajta kérdést. És gyertek jövő héten vírusestre. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönöm. Sziasztok.